sportjánkat. És mindenek előtt engedjék meg, hogy főszereplőink személyesen mutatkozzanak be. A kőolaj és a szén. Mi minden történik magukkal, ha a kémikus kezébe kerülnek, és közben teljesen elveszítik egyéni létüket. A szén többé nem szén, és a kőolaj többé nem kőolaj, hanem sok-sok átalakulás után azzá válnak, ami nálunk a relon nevet visel. Relon. Írta és rendezte Paul Kozsokáru. Fényképezte Paul Holván. Készült az Alexandru Sahija román filmstúdióban 1960-ban. Forgalomba hozza a Moké. Menjünk mindenek előtt a kémcsövek és a képletek világába, a Kémiai Kutató Intézetbe. Az itt dolgozó kutatók munkája nyomán sikerült a relon gyártásának feltételeit a Román Népköztársaságban megteremteni. De vajon mi is a relon? Ahhoz, hogy erre a kérdésre választ adhassunk, mindenek előtt maradjunk egy kis ideig a modern kémia körében, itt Szövinestben, ahol fellebbentjük a fájtlat a relon titkairól. Hogyan jön létre a műszál? Ahhoz, hogy ezt megértsük, ránduljunk ki rövid időre az anyagok, a molekulák és atomok világába. Itt a relon alapanyaga a fenol, amelyhez ugyancsak a két főszereplőnk egyikén keresztül vezet az út. A szénen, vagy a kőolajon át. A benzolból sok-sok átalakulás után végül is fenol lesz. Íme a fenol. Vizsgáljuk meg alaposabban. Itt a benzol, amely szénatomokból álló hatszög, és mindegyikhez egy-egy hidrogénatom is tartozik. A legfelsőhöz azonban a fenolból még egy oxigénatom is csatlakozik. És most miután ezt már láttuk, kövessük nyomon a szövinesti berendezésekben a további átalakulásokat. A fenol megolvasztott állapotban egy reaktorba lép, ahol hidrogénnel vegyül. Ennek a reakciónak az eredményeképpen a szénatomok családja még egy-egy újabb hidrogénatommal gazdagodik. Az így kapott anyag, a ciklohexanol, lepárló oszlopokba lép be, ahol megtisztítják. Ebben a készülékben újabb reakció zajlik le. Egészen váratlanul viszály tört ki. Az oxigén a két hozzátartozó hidrogén atommal összeveszett, és ezek ott hagyták. A ciklohexanol, amit így módon előállítanak, magas lepárló oszlopokban tisztul meg. Egy másik berendezésben hidroxilamint készítenek, olyan anyagot, amely nitrogént, oxigént és hidrogént tartalmaz. A reakcióba lépő újabb atomok egy új vegyi anyagot hoznak létre, az oximot. Ezt az anyagot most kénsavval kezelik. A reakció folyamán az atomok átrendeződnek és kaprolaktán keletkezik. Ez pedig a relon egyik alapanyaga. Az így módon készített kaprolaktán számos tornyon halad át, és közben sokszorosan lepárolják. A kapcsolótábla regisztrálja az egyes műveleteket, és önműködően gondoskodik a helyes lefolyásokról. Miután a kaprolaktán a kívánt tisztasági fokot elérte, pelyhek kialakítják,
vagy még folyékony állapotban közvetlenül a gyár legfelső emeletére vezetik a polimerizáló berendezésbe. Itt érdekes kémiai folyamat zajlik le. Ahhoz, hogy több száz kilométer hosszú vékony szálat állítsanak elő, a kaprolaktán molekulákat polimerizálják. Itt most egy új kifejezést tanultunk meg. Igen, a kémikus miközben a molekula szerkezetének titkaiba behatol, megtanulta, hogyan egyesítsen tízezernyi molekulát hatalmas láncán. Így született meg a polimerizált kaprolaktán. Egy részét rövid úton felhasználják a gyapjúhoz vagy pamuthoz hasonló bűszál készítésére, míg másik része arra a hosszú útra lép, amely a sejemszerű szálakhoz vezet. Először nézzük meg az első utat. A megolvadt polimer végül is oda jut, ahol szálakká alakul. A most készült vékony fonalak a levegővel érintkezve megszilárdulnak. Egy mélyebben fekvő terembe vezetik a fonalakat, ahol orsókra tekercsenek. Nem túlságosan sokáig maradhatnak új otthonukban, mert az orsókat tekercselő motollákra helyezik, ahol a vékony szálakat letekercselik, és egyetlen helyen rendeznek részükre találkát. Az így tovább haladó vastagabb fonál a textilfeldolgozó és nemesítő üzembe kerül. A nagyobb szilárdság elérésére eredeti hosszának négyszeresére nyújtják. Ezután egy mosógépen halad át. Ezen kívül még egy folyadékkal is kezelik, amely meggátolja a villamos töltések keletkezését. Majd meleg levegőáramban megszárítják. Végül egy göndörítő berendezésbe kerül, ahol valóságos tartós hullámokat kap, és miután rövid szálakká darabolták, a gyárba küldik. Pamuttal vagy gyapjúval keverve a relomból igen tetszetős és tartós textilárukat készítenek. Hagyjuk azonban most a relon szálakat, és kövessük nyomon a sejmes szálakat. Itt a megolvadt polimeranyagot szálhúzó készülék nyílásain szivattyúzzák át. Amikor a szál a nyíláson előbukkan, a vastag szálat szilárdságának növelésére először hidegfürdőbe vezetik. Ezután a szál vágógépen halad át. Végül megmossák, és vákumban megszárítják. Ennek az apróra vágott polimernek egy része a műanyaggyárba kerül, ahol sajtolt műtárgyakat készítenek belőle. Ezek eredményesen helyettesítik a fémeket. Könnyebbek, zajtalanabbak, kopással és vegyi hatásokkal szemben kitűnően ellenállnak. Térjünk most vissza a relon szemcséhez, és nézzük meg a szál készítését. Miután a szemcséget megszárították, különféle berendezésen vezetik át, majd nitrogén atmoszférában megolvasztják őket. Ezután az anyagot rendkívül apró nyílásokon préselik át. Miután az ernyők mögött lehűlt a szál, egy emelettel lejjebb a csévérőgépekhez vezetik. Itt a szálakat percenként akár 1100 méteres sebességgel is orsókra csévélhetik. A
gyártótermek önműködő klímaberendezésekkel, kondicionáló berendezésekkel vannak felszerelve, amelyek a gyártási folyamat szempontjából a legkedvezőbb hőmérsékletet és nedvességtartalmat biztosítják. A szálakkal dolgozó textilmunkásnőnek nagyon ügyesnek kell lennie. Gondoljuk csak el, hogy a szálnak 100 kilométeres hosszon egyszer sem szabad elszakadnia. A szál olyan vékony, hogy 9000 méternek a súlya alig másfél dekagram. Ha a szálakat ezeken a gépeken nyújtják, akkor szilárdságuk 10-szeresére nő a nyújtás nélküli szál szilárdságához képest. Amikor a szálat orsókra csévélik, egyszer s mind szérnázzák is. Több szálat egyetlen szérnává sodornak, ami megkönnyíti a textilgépeken a további feldolgozást. Ezen a gépen igen rugalmas szálakat sikerül készíteni, amiből a rugalmas, jól simuló harisnyák készülnek. Itt viszont egy gép vastagabb és nagyobb szilárdságú műszaki árukat készít. Végül a relont a továbbszállításra alkalmas fémorsókról a kúpos karton csévére tekercselik át. Mielőtt a szálat a gyárba átvinnék, előbb még a textil laboratóriumon is áthalad, ahol az ellenőrök a gyártás szempontjából rendkívül fontos, igen alapos, sokféle elemzést és szilárdsági próbát végeznek. Különösen érdekes a szilárdsági próba. Figyeljük csak meg a pamut és a relon vetélkedését. Ezen a készüléken a pamutszál 650 g-os terhelés alatt szakad el. Az ugyanolyan vastag relonszál viszont több mint 2000 g-os terhelést is kibír. Szövinestben tett látogatásunk véget ért. Most pedig kövessük nyomon hősünket, a relonszálat a többi gyárba. A relonszálak jellemzője a rendkívüli finomság, és ebből a szempontból a pókháló is lemaradt mögöttük. Ugyanakkor viszont igen jól ellenállnak a kopásnak és a víz hatásának is, nem fenészednek, nem rothatnak, molyok vagy baktériumok nem támadják meg őket, és rendkívül rugalmasak. E tulajdonságok jóvoltából messze menőleg felhasználják jobb szövet anyagok gyártásához. Kötött és hurkolt áruk is készülnek relonszálakból. Finom minőségű harisnyák is készülnek belőle. Ma már mindenki elismeri, hogy a relon a textilipar egyik legértékesebb nyersanyaga. A női vásárlók igen sokra becsülik a relonból készült tetszetős árukat. Ime néhány példa a relonból készült sokféle árura.
A rendelkezésre álló nyersanyagforrások kihasználásával, a műszálakból készült fogyasztási cikkekből a dolgozók egyre több kiváló minőségű árut vásárolhatnak.